A Művészetek Háza nevében szeretettel köszöntöm Önöket a Duplex Fotográfiai Stúdió tematikus évéhez kapcsolódó Művészetek Kertje című kiállítása. Egy nagyon rövid kis műsorral készültünk Önöknek, amit követ a Nyugdíjas Akadémia előadása, Kisgergelyné királyokra előadásában. Két remek előadót fogunk, egy nagyon jó előadót fogunk hallani, és egy remek köszöntő, és a Talamba Ütő Együttes két tehetséges növendékét fogjuk ma megismerni. Először a kiállítás megnyitóként a Talamba Ütő Együttes növendékének műsorában Hely Tulipán Tulipán című népdalt halljuk, előadja Zombor Berccel. Danis Jánost, aki Gödöllő városáért kulturális díját megkapta, és díjazott a Gödöllőt. Mondja el a kiállításunkat. Szeretettel üdvözlök mindenkit a kiállításunk megnyitóján. Ez a kiállítás tulajdonképpen egyszerűen a kertről szól. Most a kert, mint olyan, erősen kapcsolódik a idei kulturális évhez, vagy illetve idei tematikus évhez, amelynek azt hiszem a címe az, hogy Gödöllő a művészetek kertje. Most művészetek kertje, kertek művészete, ezek mind olyan fogalmak, vagy a művészek kertje, ezek mind olyan fogalmak, amik azért egymástól különböznek, de egymáshoz kapcsolódók. Ez a kiállítás, ez a gödöllői fotoművészek kertjét mutatja be, nem valóságban, hanem képeken. A világ különböző helyein fényképeztük ezeket, kezdve Japántól, Rómán keresztül, Magyarország különböző helyeig. Ugyanakkor nem kevés kép található Gödöllőről is a kiállításon. Ennyit bevezetően a képekről, és szeretnék most néhány gondolatomat elmondani a kertről. Mikor a kert az eszünkbe jut, akkor tulajdonképpen, ha belegondolunk, az egész emberi élet egyik nagyon korai időszaktól származó színteréről van szó. Ez a színtér már valamikor a időszámítás előtt van 10. évszázadban, tehát időszámítás előtt nem is 10.000 környékén már kialakult, egy-két mezopotámiai helyen valószínűsítünk ilyen kerteket, és az első írásos emlék az valamikor a idő előtti 7. századból származik, szintén Perzsiából, kertekről. A korai időszakban a kerteknek az mindig, ami kapcsolódik, az a, ugye hát a
meleg évszak környékén alakultak ki ezek a termőterületek. A víz. A víz a nagyon fontos része a kertnek. Nagyon sok felé az ilyen általunk is ismert, vagy emlékenként megmaradt kertekbe csatornákon keresztül vezették a vizet. Fontos eleme ez mai napig is a kertjeinknek. A másik, ami kapcsolódik, az benne, hogy az építészet. Tehát az első kertek azok épített kertek voltak tulajdonképpen. Egyiptomban például a fáraók kertjei, az egyik legismertebb Amentó fáraó palotájának a kertje, ami egy szigorúan geometrikus téglalap alakú, közepén víztároló medencével, csatornával, és a környezetében pedig leginkább fákkal, tehát fa ligetekkel. A fák azok egyszerű fák, nem hogy azt higgyük, hogy valami van, mert szikomorfa vagy buxus esetleg, és ami nagyon fontos volt egyébként kertben, a papírusznád, tehát a papírusz. Aztán a papírusz azt ugye tudjuk, hogy az később a kultúrának a terjedésében is jelentős szerepet játszott. A későbbiek folyamán, most röviden egy-egy mondatot fogok mondani csak a különböző korokról. Görögország. Görögországban szorosan kapcsolódik a görög kulturális élethez és a művészetekhez a kerteknek a hagyománya. Például érdekességként, hogy Görögországban alakították ki először az ógörögök a labirintus alakú kertet. Hát ha emlékszünk valahol a emlékeinkben a Kréta szigetéről a palotának a labirintusa, vagy aztán tulajdonképpen a görögöknél a kulturális élet minden egyes területéhez volt kapcsolható kert. Így a gimnáziumoknak vagy az akadémiának külön kertstílusa volt. Tehát ezekben a helyekben, ahol ugye a alaptevékenység más volt, azért a kertek azok szerepet játszottak. Ugyanígy Rómában vagy görögöknél alakult ki először a szép kert fogalma, tehát az Adonis kertek, ahol az első cserepes dísznövények is megjelentek. Vagy aminek találhatunk most Európában több utódját, a nimfák barlangja, ami egy ilyen szabad kert, a angol kerthez hasonló, de barlanggal, vízfolyással, vízeséssel ellátott kertről lehet szó. Görögöknél alakult ki először a botanika tudománya, majd ezt aztán a rómaiak is átvették. A rómaiaknál nagyon fontos szerepet játszott a botanika, és a rómaiaknál, amit talán egy fejlődésként megemlíthetünk, ez a villáknak a kertje. A villák azok tulajdonképpen mai szóval azt mondhatnánk, hogy udvarházak, amelyek a római vidéken épültek. Komplex termelő egységek, ahol a ház, a lakás, az állatok óljai, a kert, az egy szerves egységet alkotott. Nagyon sok ilyen villáról tudunk. Ha az ember belegondol, még Magyarországon is vannak ilyen villáknak a nyomai, ahol szintén a kertnek a stílusa is látható. Ekkor alakul ki az, hogy a fő díszítő elemek, ezek oszlopok, pergolák, virágos részek, lelógó, csüngő kertelemek, és ugyanakkor még mindig a fák alkotják a fő elemeket. Ezek egyszerű fák, diószil, nyár, rezsgőnyárs és vadvirágok, rózsák. Ezt a római örökséget aztán a középkorban a kolostorok vitték tovább. Ha belegondolunk, ha járunk Nyugat-Európa egyes kolostoraiba, ott nagyon jól láthatjuk ezeket a belső kolostorkerteket. A kolostorkertek két részre voltak tagolva, mind ilyen geometrikus alakzatban szépen rendezésben, egyik rész a termelőkert, tehát ahol a növényeket termelték, a másik pedig a elmélyülés segítő, virágos, pihenőkert része.
felvilágosodás kora következik, amiben nagyon felvilágzott a kertészet, és ekkor alakultak ki a botanikus kertek, ahol a világról összegyűjtött különböző növényeket bemutatták, illetve termelték, tenyésztették a gerebet. Itt érkeztek új világból néhány vadszőlő, aranyvessző, ámbrafa, cetfa, nem tudok még mit mondani, nyírtsövények. És talán, hogyha tovább megyünk, valahol a 17. században, akkor volt a kerteknek a fénykora, különösen Nyugat-Európában. Gondoljunk csak a Versailles-nak a palotakertjére, ahol a művészet és kert építés, ez egy szerves egységet alkot. Millió szobor, csobogók, szökőkutak, tavacskák, útrendszerek alkotják a kert egészét, illetve a park egészét. Kart, mert ugye park vagy kert, hát tulajdonképpen a park az egy kert. De itt említhetjük meg a Eszterházy kastélynak, a magyar Versailles-ként említett Fertődi Eszterházy kastélynak a partját is, amely mai napig is gyönyörű. És ebben az időszakban kezdtek el Magyarországon elterjedni a botanikus kertek, a Sárvári, Jeli Arborétum, a Pepi kert. Ha mai kertekre gondolunk, ugye gondolhatunk a közparkokra, amelyeket még nálunk is többé-kevésbé némelyiket szebben, másikat kevésbé szebben nyilvántartanak, vagy rendbe tartanak. És hát ugye a mai ember életéhez szintén hozzátartozik a kiskert, az én kertem. Ami lehet egy balkonkert néhány darab cserepes virággal, vagy láda virággal, aztán lehet a udvarban levő néhány virágos ágy, vagy a kiskertem, ahol a gyümölcsöket, a zöldségeket megtermelem, vagy egy gyönyörű gyümölcsös kert, ahol szép almákat vagy barackot termelek, vagy termesztek, és hát nem szabad elfeledkezni a magyar vidéknek egyik fontos növényéről, a szőlőről, a szőlős kertekről. Ha végignézzük ezeket a képeket, amiket itt láttunk, hát tulajdonképpen ezeket a kert típusokat, mindegyiket bemutatjuk, de ezek az impressziók, ezek tulajdonképpen a Duflex itt felsorolt művészeinek a reflexiói erre a témára. Fogadjátok szeretettel, és majd a előadás után remélem, hogy végignézitek. Ha valami kérdés lesz, akkor rendelkezésre állunk, és hagy olvasak föl egy rövid verset befejezésképp. Vörös Sándor, Tündérkert. Tündérkertben jártam, körülveszi bodza, kerítése kristály, mint jégbe havazva. Egy napi járóföld minden szélte hossza, nem is tudom kié, nincsen benne gazda. Bent magas fenyőfák gyantát illatoznak, sövények, pozótok szépen virágoznak. Nagy fűben fácánok, őzek játszadoznak, fölöttük madarak égen sátoroznak. Közepén fakad forrás tiszta habja, árjának sudarát négy felé fölsapja. Majd 12 ágra bomlik áradatja, mert az egész kertet harmattal itatja. Bizony nem is tudom, hogy kerültem ide, hol minden napsütött, mégis habtól üde, hol ijegység nélkül sétálgat a csibe, kár, hogy el kell mennem a föld közepibe. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Danis János úr megnyitó beszédét, és most a kiállítás megnyitó végezetéül felkérem szintén a Talamba ütő együttes növendékét, Márta Boldizsár, Ritmi Szong című darabot adja elő nekünk. Thank you.
szeretném bemutatni Kis Gergelyné Király Andreát, akit önök választottak előadóként egyébként, mert egyszer már hallottunk tőle egy nagyon színes előadást, ahol sok-sok szép virágot, balkonnövényt, illetve örökzöld növényt láthattunk, úgyhogy most is az ő előadását fogadjuk. Tehát az előadásomban az alábbi témaköröket fogom érinteni, egy mondatban, hogy mi a művészet, kertépítészet, kertművészet, kerttípusokat, kertkultúra korszakait fogunk átmenni, honfoglaláskori, középkori, reneszánsz, barokk és tájképi kertekről beszélünk, a napjaink kertművészetéről, milyen lehetőségei vannak egy művészi hatású kert kialakításának, és egy kis gödöllői vonatkozást is fogok bemutatni. Mi is a művészet? Hát ez nagyon sokan sokféleképpen fogalmazták meg, hát én itt egy mondatot azért vagy kettőt felolvasnék. Esztétikai értelemben minden alkotó célú emberi tevékenység, amely különböző funkciójú emberi termékeket, jelenségeket, alkotásokat vagy a környezet átalakítását teszik lehetővé. Az alkotó személyes fantáziájának megnyilvánulása, egy stílus egyéni alkalmazása adott szituációra, jelen esetben a kertre megfogalmazott eszenciája. Nincs egységes meghatározása, határai nem tisztázottak, értékelése szempontjai szubjektívek és egyes korokra jellemzőek. Harmóniát esetenként tudatos diszharmóniát hordoz. Hát így is meg lehet fogalmazni a művészetet, elég bonyolult, ezért vetítettem ki, de azért ígérem, hogy továbbiakban nem leszek ilyen tömény. Művészet, ugye, milyen ágai vannak? Képzőművészet, iparművészet, kerámia, textil, ékszer, bútorművészet, irodalom, filmművészet, zeneművészet, építészet, és hát az építészeten belül található a kertépítészet. Mi is a kertépítészet? A kertépítészet az ember teremtő fantáziájának eredménye, az egyetemes kultúra része. Megjelenésében meghatározóak a kor gazdasági és társadalmi viszonyai, filozófiai áramlatai, a használat célja, a kertészet szakmai és technikai színvonala, az adott kor stílusa, a terület klímája. A kertészeti kultúra a letelepedés után fokozatosan alakult ki, először mezőgazdasági területeken, mezőgazdasági termelés kapcsán, majd a kolostorokban, várakban, kastélyok kertjeiben. Esztétikai jelentősége a kor előrehaladtával egyre nagyobb szerepet kapott. A kertművészet egyesíti a természet adta szépséget az emberi kéz alkotta művekkel. A kertészet eszközeivel az emberi tartózkodás céljára művészileg formált és létrehozott tér, tehát ez a kert, és vagy a parknak is nevezzük, tehát a park az is egy kert tulajdonképpen. A kert akkor művészi értékű, ha a kert növényeit és az benne található épületeket, létesítményeket, berendezéseket funkciójának megfelelő kerek egységbe foglalja. Parkok esetében, ha ez a parkkert a környező táj része, abba harmonikusan illeszkedik, összeköttetést teremtve a környező épületekkel. Ha a funkció és a forma, a stílus tudatosan kialakított, harmonikus egységet képez. A kertkultúra és annak művészeti alkotásaként értékelhető alkotásai koronként változóak, a rendezett növények összességéhez képest formai és tartalmi továbbfejlődést jelentenek, nem ritkán filozófiai tartalma kifejezői is. Nézzük meg, hogy milyen kerttípusokat különböztetünk meg. Szerkezetileg megkülönböztetjük a geometrikus, illetve a tájképi kertet. A geometrikust azt szokták architektikusnak is, vagy francia kertnek nevezni. Ebben a kategóriába tartozik a reneszánsz és a barokk kertek, amikről majd később fogunk beszélni. És a másik típus a tájképi, vagy az angol kertnek is nevezik, illetve japán kertek is ebbe a típusba sorolható. Ezek kombinációi koronként ismétlődnek, illetve megtalálhatók egy helyszínen belül is, például az angliai Highgrove-ba, ahol ez a Károly Velszi herceg saját tervezésű kastélyparkja, majdben festőjén keverednek a hagyományos mértani formai elemek, valamint a tájba simulóan a tájképi kert részletek.
Napjainkban a kerttípusokat stílus szerint szoktuk felosztani, így megkülönböztettünk tájképi vagy természetközeli, úgynevezett angol kertet, mediterrán jellegű kertet. A mediterrán jellegű kertben a növények, a burkolatok, a berendezések összhangja teremti meg ezt az érzést. Nagyon jellemző növényei vannak, színes melegkedvelő virágok, levendula, trombita folyondár, májva, rózsa, selyem, akác, magnólia. Beszélhetünk, vagy van külön alpesi kert is. Az alpesi kertre jellemző, hogy a magas hegységes stílusát utánozza, alacsony párnás örökzöldek, fenyőfélék, törpefenyők, sziklakerti növények és kövek alkotják ezt a típusú kertet. És hát napjainkban elég sok minimalista kert típussal találkozunk. Ebben előszeretettel alkalmaznak formára nyírt növényeket, legtöbbször örökzöldeket, egyöntetű nyírt gyepfelületeket találunk benne, erőteljes geometrikus hatással bíró növényeket alkalmaznak, mint a díszfüvek, lyukka, lándzsás, levelű nőszirmok. Tekintsük át a kertkultúra korszakait Magyarországon, illetve néhány európai példán keresztül. A honfoglalás előtt, illetve honfoglalás kori kertkultúránkra jellemző, hát elsősorban először az állattartással foglalkoztak a magyarok, a növénykultusz az csak később jelent meg. Kis-Ázsiából és a Balkánról magukkal hozták a gabona, gyümölcs és szőlőtermesztési ismereteket eleink. Kialakult a mezőgazdasági termelés, magas színvonalú gyümölcs és szőlőtermesztés volt jellemző, de a római birodalom kert kultúrájának hatása is érezhető volt. Mint a Danis úr is említette, villakertek épültek, amelyeknek belső kertjei geometrikus formák jellemezték, ahol örökzöldeket ültettek, és fűszernövények hangsúlya is nagy volt. Igazi kertkultúráról azonban csak az államalapítás után beszélhetünk, amikor a vándorlás során megismert vagy gyümölcsökön kívül megismerkedtek a déli népek fűszereivel, és a letelepedés során itt talált gyümölcs és szőlőfajtákkal. Ugye itt a római kert egyik képe látható, és a gyümölcsös kert. És akkor haladjunk tovább a középkori kertkultúrára, mi volt a jellemző. A középkori kertkultúra épp úgy, mint Nyugat-Európában a kolostorkertekhez köthető, vagy kötődik. Margit-szigeten például a domokosok, Pannonhalmán a bencések, és a Dihanyi kolostorban is találunk erre példákat. Itt elsősorban a hasznosságra törekedtek, tehát haszon növényeket termeltek, illetve a saját fenntartásukra is termeltek. A gyümölcsök közül a birsalma, vadkörpete, naspolya, szilva, szőlő, vadbarack, mandula, dió, mogyoró, ezek voltak a kedvelt gyümölcsfélék, és hát a gyógynövények és a fűszernövények is nagyon fontos szerepet játszottak a kolostorkertekben, és ezeket négyszög alakú virág és zöldséges ágyakba ültették, és a gyümölcsfák azok is szabályos négyszög alakú, meg geometrikus formában rendezték őket el. A várkertek a tatárjárás után nagyszabású várépítés kezdődött az országban. A szűk várkertekben itt is eleinte csak fűszer és gyógynövényeket termeltek, később jelentek meg a virágok, valamint a rózsa és a lilium is egy kedvelt növény volt. A királyi kertek a 14. századtól indult fejlődésnek a virágkultusz, és egyre jobban ez kiteljesedett. A díszítő funkció a virágoknak egyre nagyobb szerepet kapott. Luxemburgi Zsigmond nevéhez fűződik az, hogy a budai és a visegrádi vár körüli szőlő és gyümölcsös kertek helyére királyi kertet építetett. Zsigmondnak a példáját a főurak is követték, így a várak és a városok környékén is megjelentek az ápolt kertek. Ilyeneket láthattunk Budán, Visegrádon és Esztergomban.
A kolostorkertek hatására, vagy a kolostorkertek még visszatérve az előző kockához, a kertek elrendezésében szintén a fallal körülvett kis intim kertek voltak a jellemzők ezekben a városi ápolt kertekben. Zöldségvirág ágyások voltak, kedvelték a rózsalugas, de már szökőkutas medencék is voltak ezekben a kertekben. A reneszánsz, ugye az újjászületésnek a korszaka, az irodalom, a művészet, filozófiai gondolkodás, tudományos megismerés és intenzív fejlődésnek a korszaka. Magyarországon a 15. században Mátyás király uralkodása alatt annak itáliai kapcsolatai révén fényűző humanista királyi udvart alakított ki, és a korábban említett Zsigmond uralkodása alatt kialakított budai és visegrádi kertet fényűző módon átalakítatta Mátyás, reneszánsz elemekkel gazdagította. Uralkodása alatt a kertművészet európai színvonalat képviselt. További jeles reneszánsz kertek voltak az említett Esztergomban és Pozsonyban is. A reneszánsz kert jellemzőit a franciaországi Villandry kastély kertjén keresztül mutatom be. Tavaly személyesen is járhattam itt, a képek az én képeim, és így egy jobban el tudom, vagy könnyebben el is tudom mondani, hogy mit is jelent egy reneszánsz kert. Általában a kastély körül vizes árok van, most itt az jelen pillanatban nem látszik. És a kertet az épületektől vagy a kastélyoktól kicsit külön vagy amellett alakították ki, tehát egy külön tengelyen. Ez a kert a kastély körül három tengely mentén, három különböző szinten lett kialakítva. A középső szinten, az épület folytatásában ott helyezkedik el a díszkert, az a kazettás, geometrikus formájú kert, ahol piros növények vannak, vagy egynyáriak beültetve, az a középső kert. A díszkert feletti szinten van a vízikert. Ez a területrész egy pihenésre, meditációra szánták, itt a jobb alsó kockán látható. A vízikertnek a medencének az alakja a 15. Lajos tükrének a mintázata, tehát olyan alakú ez a medence, mint a 15. Lajos tükre. A kert legnagyobb része és egyben a legalacsonyabban fekvő területen található a zöldséges kert. A zöldséges kertben aromás gyógy és fűszernövényeket ültettek, több mint 40 féle különböző haszonnövényt négyzetes kiültetésben, geometrikus formákban rendezve. A botanikai megfontolások mellett a színek és formák harmóniája határozza meg, hogy milyen beültetések voltak, tehát kék hagyma, piros káposzta, zöld levél, itt is piros levelű salátákat láttunk, meg lila káposztát, ugyanakkor a tagétészek is, tehát a büdöskék is ott az oldalsó virágárnyásban láthatók. Egymástól ezeket a kertrészleteket, amit partereknek is hívtak, sövényekkel, hársfasorokkal és szőlőlugasokkal választották el. A hársfasorok, amik itt láthatók, az 1200 hársfából álló hársfasorok. Még ilyen nagyon jellemző, hogy ezeket a hársfákat is nyírták, sövényeket is nyírták. A gyümölcsfák egyébként, hát a zöldséges kertben a zöldséges kert szélét is gyümölcsfák alkották, és az is nagyon feszes rendben, geometriai formában volt nyírva, sőt kifeszítve a drótokon a gyümölcsfa. Ezeknél a kerteknél már hivatásos kertészeket is alkalmaztak. Ugorjunk egyet a korszakban, a barokk kert. Barokk kert szintén geometrikus, architektikus kert kategóriába tartozik. Ez a geometrikus forma legkiforrottabban a barokkban jelent meg. Jellemző rá a hármas útvezetés és a keresztutak háromszög és sokszög alakú részekre osztják, vagy parterekre osztják a kertet. A barokk kertekben minden növényt, vagy szinte minden növényt nyírtak, kezdetben szabályos geometriai formára,
a késői baroknál, a rokokónál már mindenféle alakzatra. A kertekben megjelenik a labirintus, a műbarlang, tavak, szökőkutak. A szökőkutakba mitológiai szoborcsoportok már márványból készülnek, és a víz a szökőkutakból nagy mennyiségben dübörgő hangot hallatva ömlik. Versailles-ban és más barokk kerteknél is csatornákat alakítottak ki. Összességében elmondható, itt látható a tiszadobi képen a labirintus, amiről itt beszéltünk az előbb, és a Danis úr is említette, és a Fertődi Eszterházi kastély, ahol ez a hármas útvezetés és a benyírt formák láthatók. Összességében azonban elmondható, hogy a barokk kert nem a valódi szórakozást szolgálta, hanem a fényűzést, a pompát és a hatalmat reprezentálta. A következő kert típus a tájképi vagy angol kertek, illetve ez a 18. század második felében a felvilágosodás korának a legtöbb kertje így épült ennek hatására. Jellemzői, hogy a feudalizmus bomlása, a természettudományok ugrásszerű fejlődése és a felfedezések, erőteljes forgálosodás, szabadságjogok kiterjesztése és megjelenése az alkotmányokban, racionalitás elsődlegessége. A korjelszava a merj gondolkodni, és ez a kertépítésben is megjelenik, szabadon növő, nem tervezett, természetes kert eszméje fokozatosan tért hódít. A magyar kertművészet leggazdagabb korszaka ez. Ma védett történelmi kertjeink nagy része ebben az időben épült, és máig megtartva térkompozíciójukat, legfontosabb stílusjegyeiket és részben növényanyagukat. Vácrátót, Hédervár, Tata, Kismarton, Orcikert, Margitsziget, ez mind-mind ebben a korban épült, és nagy része növényanyagnak az akkori korból is származik. A barokk kertek átalakításával vagy kibővítésével épülnek új zömében klasszicista stílusú kastélyok, mint például alcsútdoboz, bodajk, seregélyes. A japán kert és az angol tájképi kert közös jellemzője, hogy a növények természetes formában ültetik ki, geometriai szabályozottság nélkül. A növények elhelyezése csoportos, felfelbukkanó, domborzati adottságokat figyelembe veszik, jellemző az úgynevezett S-vonalvezetés. Növények elhelyezésénél azok morfológiáját is figyelembe veszik, tehát hogy egy növény oszlopos, elterülő, laza szerkezetű, valamint a színhatását, ez nagyon fontos, például az őszi lomszíneződés csodálatos képet tud mutatni. Ugyanakkor a formákat és a színeket is úgy párosítják, hogy annak kiemelő hatása legyen, és a kontraszt ezen keresztül érvényesüljön. A festői hatású elrendezéssel erős érzelmi hatást váltanak ki a szemlélőből, illetve az ott sétálóból. Ezek az úgynevezett szentimentális tájképi kertek. A tájképi kert széles társadalmi réteg körében vált divattá. Ilyen közparkjaink is létesültek, mint a például a Népliget is, meg hát a Margitszigetet is említettük. Napjaink kertművészetére mi jellemző nézzük át. A polgári életvitel általánossá válásával a 19. században kialakulnak a városok villakertjei. Ezek a kertek a társas élet színterei. Kertépítészeti szabályoknak a fellazulása jellemző, az kertépítő kertművész a szabad kezet kap a kert alkotásához. Megnő az igény a sport és a szabadidő eltöltésére alkalmas zöld területekre, és gyorsan fejlődő városokban nagy építkezéssel a közparkok is létesülnek. Ezeknek a tereknek, a zöld felületeinek a kialakításával világvárosi hangulat és színvonal elérése volt a cél. A Bauhaus vagy szociál építészeti stílusra a funkciós, a forma letisztult kapcsolata jellemző, az épületek köré is ennél fogva egy letisztult kertek épültek. A Bauhaus a mai minimalista kert stílusnak az elődjének is
tekinthető. Hát ez már teljesen napjaink, ugye az Erzsébet tér, Mirenális Park és sorolhatnánk a 90-es évek után jelentősen felgyorsultak az események, a közterületeknek a felújítása nagy ütemben elkezdődött, és hát legtöbbször arra törekedtek, hogy a fenntartása ezeknek a kerteknek minél egyszerűbb legyen, minél kevesebb munka ráfordítással, de ugyanakkor egy használható, élvezhető teret hozzanak magukkal. A magánkerteknél nincs egységes stílus, a kert tervező, kert építészek szabad kezet kaptak, és a privatizáció után nagyon sok felkészült szakember, és nagyon sok szép kert születik, de nagyon sokféle stílusban. Az áttekintés után azért nézzük, hogy milyen egyéb lehetőségeink vannak a művészi hatású kertek kialakításához. Ugye, hogy mi is a kert, ugye ismételjük át, hogy a tájból kiszakított, mesterségesen kialakított környezet, használati célra alkotott tér. Optimális esetben ugye harmonikusan illeszkedik a tájba, a szerkezete a funkcióhoz igazodik, a terei úgy kell kialakítani, hogy átlátható, illetve intim terek alakuljanak ki. A kertek tervezése során nagyon fontos a környezeti feltételeknek az alapos ismerete. Nagyon fontos, hogy ismerjük a kertben levő talajtípust, annak a szerkezetét, pH-ját, vízellátottságát, terület tájolását, kitettségét, mert ez nagyon meghatározza, hogy milyen növényeket hogy tudunk odaültetni. A növényanyag kiválasztásánál fontosak még az esztétikai, ökológiai, szakmai szempontok, és hát az optikai szempontok, hogy hogy néz ki a növény. De fontos a stílus, tehát hogy a háznak milyen a stílusa, ahhoz kell ugye a kert stílusát igazítani, és úgy kell megválasztani a kertbe a stílus elemeket, tehát nem csak a növényeket, hanem az egyéb kerti berendezéseket, dekorációs elemeket is. A különböző dekorációs elemek, szín, forma és anyagválasztás megfelelő alkalmazásával ezek összhatása egy művészi alkotást eredményezhet. Ezt egy kicsit, ha tovább boncolgatjuk, akkor ugye a szín harmónia és a szín kontraszt, ezeknek az alkalmazása, hangsúlyozása, a harmonikus formák és színek egészen más mutatnak, mint például a jobb felső képen az a óriási szín kontraszt tulipánnal szegélyezett út, tehát teljesen más tudunk elérni, hogyha nagyon kontrasztos növényeket ültetünk egymás mellé, vagy hogyha nagyon hasonló színű növényeket ültetünk, és egymáshoz harmonizáló. Fontos, hogy az alkotó elemek között formai összhang legyen, ez is, tehát ennek a megteremtése is nagyon fontos ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a kertbe, és a szobrokat, hogyha különböző művészeti alkotásokat elhelyezünk a kertbe, akkor ez is nagyon érdekes színfoltja lehet, és hát ezek teszik igazán művészivé egy kertnek a részletét, vagy akár az egész kertet is. Mozgalmassá teszik, filozófiai mondani valót is közvetíthetnek akár ezek a szobrok. Napjainkban nagyon széles teret kapnak, vagy nagyon sokféle művészi kaskót is lehet kapni. Mindenféle kerttípushoz tudunk már vásárolni gyönyörű kaskókat. Az ebbe ültetett kompozíciók pedig még izgalmasabbá teszik a kertet, és nem is, tehát csak az oda helyezve egy fűre vagy egy sarokra mindjárt belak. Tehát úgy érezzük, hogy a kertben van élet, meg be van lakva a kert. Pergolák, pavilonok,
Hát ezek is ugye egyrészt, ha a házhoz kötődik ez a pergola vagy pavilon, akkor ugye ezzel a lakóteret ugye kitágítjuk, de már a kertbe vagyunk, tehát még nem a házba, de a kertbe sem, ugye a kettő között. Ha ezt a pergolát vagy pavilont a kert egy eldugott részére, vagy egy távolabbi részére rakjuk a háztól, akkor ott egy intim környezetet tudunk ezzel kialakítani. Rengeteg nagyon szép megoldás van ezeket a pergolákat növényekkel befuttatva, még izgalmasabbá tehetjük ezt az egészet. Beszéltünk itt a vízről, ugye János is említette, hogy az ember az születésénél fogva nagyon kötődik a vízhez. Hát aki ugye a tengerparton nem tud házat építeni vagy venni, annak az, vagy a Balaton vagy az egyéb tóparton, hát az egy kis vizet megpróbál szökőkút, csobogó vagy kis tó formájába odavarázsolni a kertjébe. Nem kell ennek nagynak lenni, lehet kicsi is. Az is nagyon jó hangulatot hoz a kertbe, és ugye fokozzák a művészi hatását a kertnek. A különböző burkolatok, ezek is nagyon-nagyon széles körben, vagy széles tehát formákban, meg mindenféle stílusban, minőségben kaphatók, és hát ahány típusú kert, annyiféle burkolatot tudunk oda választani. Nyilván egy mediterrán kerthez a bal felső sarokba található minimalista stílusú burkolat nagyon nem illik, tehát azokhoz inkább a fa, illetve a pattintott kő illik, tehát meghatározza a burkolatválasztást azt, hogy milyen kert típusunk van. A kertbe elhelyezhetünk padokat, ugye ez egyrészt esztétikai élményt nyújt, díszítő elem, de relaxálásra, elmélyülésre, vagy éppen a gyomlálás közben pihenésre is szolgál. Hát ebből is rengeteg variáció van, a padoknak is szintén a kert stílusához jó, hogyha igazodnak, hogy olyan padot válasszunk, ami abban a stílusban beleillik. Nem csak nappal használjuk a kertet, de este is, hogyha kiülünk, akkor nagyon fontos, hogy meg tudjuk világítani a kertet, és nem csak az utakat, járdákat, vagy azt a területet, ahol éppen ülünk, de hogyha a növényeket is kivilágítjuk, akkor az igazán gyönyörű hatást érünk el vele. Hát ha nem sík területű kertünk van, hanem különböző térszintek vannak, ott is remek lehetőség van arra, hogy művészi hatású részeket dolgozzunk ki, mert ugye a különböző szintekkel, a különböző csüngőnövényekkel vagy kúszónövényekkel nagyon jól el tudjuk választani a kert részleteket. Nem csak a berendezések, hanem a növényekkel is fokozhatjuk a művészi hatást. A kertbe alkalmazott vezérnövények, tehát a vezérnövények is nagyon fontosak, hogy legyen a kert részletnek egy-egy olyan növénye, ami kiemelkedik a többi közül. Általában örökzöldek vagy formára nyírt növények, vagy nagyon dekoratív cserjék, illetve fák ezek a vezérnövények. Nem csak a divattervezők, de a kertészek között is vannak különcök, akik képesek ilyen alkotások létrehozására. Hát ezeket inkább ilyen növénysókon ott szokták bemutatni. Nem gondolom, hogy a kertünkbe egy ilyen lovacskát érdemes lenne betenni, vagy bármilyen más nyírható formát, de azért érdekes megemlíteni ezeket. És ugyanígy vannak nagyon egyedi megoldások, és hát kinek milyen a pénztárcája, fantáziája,
nagyon sokféle megoldáskert létezik. Hát mivel Gödöllön vagyunk, egy néhány gondolatot hadd mondjak erről is. Ugye 2015 tematikus év Gödöllön a művészet és a természet kapcsolatának összhangjának a bemutatása. Gödöllőre elsősorban a barokk és a szezeció korának művészete nyomta rá a bélyegét, de az elmúlt évtizedekben is azért jelentős alkotások születtek. A Grassalkovics kastély, ugye barokk kastély, Grassalkovics Antalok építették, majd 1867-ben állami tulajdonba került, és a mindenkori uralkodó pihenő rezidenciája lett. A kastélynak a főhomlokzat előtti része az alsó kert vagy alsó park. Ebbe haszonkert, fácánkert és vadaskert volt annak idején, és a főhomlokzattal szemben a Rákospatak vizéből duzzasztották a hattyús tavat, illetve ez két részből áll, hát amit később sajnos betemettek. A kastély díszudvarából lépcsősoron lehet megközelíteni a felső kertet, amit napjainkban kastélyparknak hívunk. 2010-ben újították fel ezt a kastélyparkot, angol kerti stílusban, ahogy végül is az utóbbi években volt. A park északnyugati oldalán mesterséges domb található, azon épült meg a hatszögletű királydombi pavilon, ebben a magyar uralkodók és hadvezérek arcképcsarnoka van. A pavilon mellett, ezen a képen sajnos nem látható, van egy óriási mamutfenyő, nagyon gyönyörű, még egyelőre, de sajnos betegség támadja a mamutfenyőket is. És hát a királydombi pavilon előtt gyönyörű virágzó évelők és egyéb cserjék és hatalmas tér van. Jóval előtte található Mária Terézia szobra, amit nemrég helyeztek el itt. Az Erzsébet park, szintén a kastélypark másik része vagy felső része, szintén angol park jelleggel épült, négy gyönyörű krími házfasor található benne, aminek a végén Erzsébet királyné szobra van. A park, vagy az emlékpark 1898-ban Erzsébet halálának az évében készült. A szobor mögött szecessziós jegyeket viselő építmény, a szikla van. Az akkori Magyarország, tehát a kövei az akkori Magyarország 64 vármegyéjét jelképezik. Hát korábban gazdag örökzöld anyag volt benne, ami sajnos eléggé erodálódott az évek alatt. És hát az Erzsébet parkban található még a barokk kálvária is, ami Grassalkovics Antal halálának évében kezdték el építeni. A város központja a főtér. Ugye a szecessziós Erzsébet királyné szálloda van a főtér sarkán. 2011-ben újították fel a főteret, és egy nagyon kellemes, pihenésre alkalmas, zöld területekkel gazdagon beépített közösségi tér jött létre, ami nagyon szépen harmonizál a város körülvevő zöldövezettel. A tér központjába az átépítés során a templom került, amely díszkivilágítást kapott. A templom elé épült meg, természetes kőelemekkel burkolt, visszafogott szökőkút, amit víz alatti lámpatest virágít meg, és nagyon klassz hangulatot varázsol az esti órákban. A téren kapott helyet a világbéke gong, amely Indonézia ajándéka, és a világbékét és a föld népeinek testvériségét hirdeti. A főtér burkolata sem mondható unalmasnak, kültéri sakk és dáma tábla, valamint malom játéktábla épül be abba. A múzeum udvar és a pelikános kút nagyszerűen egyesíti a hagyományos és modern formákat. A főtér 2012-ben elnyerte Magyarország legszebb főtere címet. És ezzel befejeztem a randandómat. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Remélem tartalmas volt, és valamit
tudtam nyújtani önöknek. Köszönöm szépen!